Második fejezet. Az első összecsapások. Ariel nagyon óvatosan nyitotta ki a szemét. A kis Ness, amit az imént hallott, egy lopakodó egyénre vallott. A lakókocsiban éppen világosodni kezdett. Két jókora ablakon kúszott be a hajnali fény. Az ismeretlen valahol a háta mögött motoszkált, ezt már érzékelte. Éppen azon járt az esze, hogy ledobva a takaróját, felugrik, közben a lehető legmélyebb hangon, amit csak ki tud préselni a torkán, rádőren az ismeretlen tolvajra. Mert hogy bizonyára egy tolvaj lopózott be ide. De mire elszánta volna magát, és felkészítette torkát a fenyegető kiáltásra, amelynek eleve halára kellett volna rémisztenie az illetéktelen behatolót, nagyon halk kattanás értette meg vele, az ismeretlen éppen elhagyta a lakókocsit. Arielben úgy benne szorult a nagy megijesztés vágya és lehetősége, hogy dúlva-fúlva nézett ki a takaró mögül. – Lász! – kérdezte suttogva. Senki sem válaszolt, a dundi fiú hát felült, lelógatta lábait az ágy szélén, és reménykedve szólt bele a félhomályba. – Don! – de választ most sem kapott, csak az egyre világosodó szoba nézett vele farkas szemet. Félrehúzta az egyik függönyt, és odakint meglátta két barátja körvonalát. Lars és Don lassan lépkedtek a lakókocsi telep széle felé. Ariel gondolt egyet, magára kapta a ruháit, és már is szaladt utánuk. Amikor végre utolérte őket, még előbb hátra nézett. Vagy 30 hidrogén meghajtású lakókocsi állt szerte szabálytalanul. Néha, mintha kis utcák képződtek volna közöttük, de csak látszólag, mert vezetőik tegnap késő délután össze-vissza álltak be. Ariel megkerülte az utolsó két kocsit is. Csönd terpeszkedett bennük, nem lehetett tudni, vannak-e már lakóik, vagy csak ma érkeznek majd. A két nyurga fiatalember a rögtönzött telep szélén állt. Néztek valamit. Ariel is arrafelé igyekezett, de ő még csak az égbolt világosodó szélét látta, egyelőre semmi mást. Szó nélkül odállt társai mellé, akik szintén hallgattak. Erőltette a szemét. Mi a fenét néznek ezek? És nem csak néznek, de látnak is. Vajon mit? Azonban nem merte megkérdezni, még nem. Lars hallgatott. Dom még inkább. Ami már önmagában is különös, sőt rejtélyes természeti jelenségnek tűnt. Don, és az elmélyült csönd. Ariel kisebb volt, mint társai, szinte alulról pillantott föl rájuk. Előbb az egyik, aztán a másik arcra. Akkor vette észre, hogy ezek az arcok mind világosabbak, egyre jobban láthatók. Körülnézett hát. Az égbolt keleti peremén az egyik csík egyre szélesebb és világosabb lett. A fejük fölött elkezdett világosodni az ég. Felhők nem voltak. Itt a nagy, ausztráliai homoksivatag szélén tiszta volt az ég a fejük fölött. A három fiatal szótlanul állt. Mintha ők is részei lennének a sivatagnak, és lehet, arra a negyed órára így is volt. Lábuk alatt érezték a földet, és ez kimondhatatlanul jó érzés volt. De még inkább az, ami most a szemük előtt játszódott le. A látóhatár, mintha megnőtt volna, fénytört elő, előbb csak felfelé ment, és az eget világította be, ami aztán megszűrten átadta azt a földnek. A lakókocsik szélei élesen kirajzolódtak, bár még mindig sok árnyék lapult közöttük. A lábuk előtt a homok előbb teljesen fekete volt, majd szürkülni kezdett. Amikor a fény már betöltötte az eget, akkor kezdtek a tárgyak, és maga a sivatag is színesedni. A homok még nem nyerte el jellegzetes sárgás színét, amikor a fiúk arcán már ott ült a fény. Az égbolton rózsaszínű és aranysárga csóvák cikáztak, majdnem láthatatlanul. Valahol a magasban már nappal lett, de itt lent még várni kellett rá néhány percig, amikor aztán egy apró, tűhegynyi fény bukkant fel az egyenes láthatár szélén, a fiúk mint egy vezényszóra becsukták a szemüket. De régen láttam már, szakadt ki Domból. A fekete fiú most egy csöppet sem emlékeztetett a szokásos csipkelődő,
hányaveti, és maga gyártotta hasonlatokkal és káromkodásokkal operáló gyerekre. Majdnem felnőtt volt amúgy is, de ebben a pillanatban bizonyára. Csukott szemmel? Kérdezte László mosolyogva. Érződött a hangján, hogy nem kenyere a tréfálkozás, és most is csak ennyit engedett meg magának. Ő is megilletődött a jelenettől. Ariel még szóhoz sem jutott. Néha kinyitotta a szemét egy-egy pillanatra, de az a tűvékony fénysugár, mintha pontosan őt szemelte volna ki magának áldozatul. Éppen belesütött a fiú szemébe. Mielőtt könnyezni kezdett volna, gyorsan becsukta ismét. Aztán a tenyerét emelte maga elé, és akkor látta, hogy egyre világosabb lesz körös körül. Szóval ez a napkelte, suttogta Lars, mint aki egyszer s mindenkorra meg akarta jegyezni magának. Ezt ilyennek csak a földről láthatod. Jött meg Don hangja is, de még nem jutott eszébe tréfálkozni. Csak ezen a bolygón, csak ilyen messze a naptól. Másút űrruhában kéne állnod, körös körül jeges hideg, szóval úgy mégsem az igazi. Ariel szinte érezte, hogy... És ki is mondta. Érzitek, hogyan forog a föld? Máskor kinevették volna ezért. Most azonban szótlanul álltak. A föld, igen, fordul. Most éppen a nap felé, amelyik ebben a másodpercben még csak egy kicsiny fénypont, de lám, alig telt el fél perc, aztán egy egész perc, és már is kezdett alaposan megvilágítani mindent. Nem fordultak hátra, de így is tudták, hogy mögöttük most kezdenek csillogni-villogni a lakókocsik, a tetejükön az antennák kapnak előbb fényt. De egy újabb perc, és már eltűnnek az éjszaka utolsó árnyai. Érzem, hogyan forog a föld, mondta Lars, és tényleg érezte is. Meg azt, ahogyan az a szikla és homoktömeg, meg középen a magma, és az innen láthatatlan hegyek és óceánok hogyan rohannak vele együtt a nap felé. Másodpercenként iszonyú gyorsan robog a föld a világűrben. Don csak akkor mozdult meg, amikor már ismét kinyithatta a szemét. Kicsit elfordult a láthatár szélén felbukkanó naptól, mert vakította. De hiszen olyan szép volt a sivatag is. Ez a homoktenger a maga alig észrevehető kis hullámaival, dűnékkel, az apró völgyekkel olyan természetesnek tetszett. Ha emberek nem lennének a földön, és sohasem lettek volna, ez akkor is így néz neki. Mert hát ez a föld emberekkel és emberek nélkül. Mindig így rohant a nagy semmibe. Millió évekkel ezelőtt is. És remélhetőleg ezután is ezt teszi majd. A három fiatalember még állt ott egy ideig. Aztán, mintha álomból ébredtek volna, megfordultak, zavartan körülnéztek, aztán egymásra, majd lassan visszaporoszkáltak. Ők nem a földön születtek, hanem a világűrben. Kisbolygókra telepített kutatóállomásokon, ahol a szüleik dolgoztak akkoriban. Nekik a föld nagy élmény volt. Sokkal többet jelentett, mint azoknak, akik nap mint nap itt laktak, egész életükben. És akik olykor talán unták is már a jól ismert látványokat. Nekik viszont még a sivatag is szép volt. Sőt, gyönyörű. De hamar lerázták magukról a nap felkelte hangulatát. Ariel gyomra megkordult, és ez azonnal és alapjaiban változtatta meg életszemléletét. Gyerekek, éhes vagyok! No, ez aztán a szenzációs bejelentés. Don is visszatért régi hangulatába. Fekete szemében megjelent az a gunyoros fény, ami általában akkor volt látható, ha Dundi barátját ugrathatta. Ariel éhes. Ó, konduljanak meg világharangjai! Szólaljatok meg, trombiták és orgonák! Dudáljon minden gyár, hajó és óriás kamion! Ariel éhes! Hirdessétek a szárazföldeknek és óceánoknak! Ó, szelek, vigyétek el a nagy hírt a Himalája és az Andok jeges völgyeibe! Nem is tudtam, hogy ilyen költői lélek vagy. Most László csúfolta a barátját. Arielnek ekkor eszébe jutott, hogy még meg sem mosakodott. Na és a fogmosás? Ha most véletlenül összefutnának Katával, bizony nem keltene jó benyomást. És Ariel, amióta csak ismerte Katát,
Állandóan jó benyomást akart kelteni a lányban. Azonban mire észbe kapott, annyit látott, hogy Lars és Don eszeveszett hajrázásba kezd. Versenyt futottak vissza a 17-es lakókocsi felé. Ariel nem tudta, mi történt, de ő is meggyorsította a lépteit. Amikor odaért, csak annyit látott, hogy Lars piheg a bejáratánál, zihálva lélegzik, keze a kilincsen. Szóval Don lett az első. Neked már csak abró. A bronzérem jutott, nyögte Lars. Az mit jelent? Tudtomon kívül valami sportverseny zajlott? Netán olimpia? Te leszel az utolsó, aki bejut a fürdőszobába, foglalta össze Lars a hamarjában rögtönzött verseny értelmét és célját. Ariel feje lehorgadt. Akkor hát ő reggelizik utoljára. Délelőtt 10-kor megérkezett a rendező. A nagybetűk nem is adhatják vissza azt a pompát, azt a tekintélyt, amit a rendezőt körülvette. Éppen ezért a jövőben már kisbetűvel fogjuk írni ezt a szót. A neve Jawaharlal Banisana Maharishi Mandalam volt. Ősei alig, hanem Indiában látták meg a napvilágot. Mandalon úr 40 éves múlt, és abban a pillanatban a Föld egyik leghíresebb sorozatfilm rendezőjének számított. Világosította fel a fiúkat a nagy ember egyik, szinte névtelen kis segédje. Akinek azért persze volt neve. A 20 éves férfi mellén kis elektronikus kártya és névjegy díszelget, Eduardo. Csak ennyi a neved? Kérdezte Lars, amikor megismerkedtek. Volt ennek már vagy 11 perce, ekkor kopogott be hozzájuk az alacsony, barna bőrű, gönnőrhajú fiú, hogy riassza a társaságot. Hát nem mindegy, mi a másik. Mandalon úr úgysem jegyzi meg senki nevét. De az enyémet egyszer már tudta, közölte csillogó szemmel. Ő magasan felette áll az eféle dolgoknak. Nincs ideje megjegyezni a fölösleges dolgokat. Más rendezők, tudom, hetekig szinte együtt élnek a forgatócsoporttal, mindenkit ismernek, mindenkivel barátkoznak. No, hát Mandalon nem ilyen. Ő a B-táborban lakik, 2 kilométerre innen a sztárokkal. Mi itt csak a technikai személyzet vagyunk, meg az állandó statiszták. A mi nevünket nem tudja, és nem is akarja tudni. 10 perc múlva megérkezik, együtt akarja látni a csapatot, és délben már indul is a forgatás itt a sivatagban. Követték Eduardot. Rokonszenves volt, és a fiúk ösztönösen érezték, hogy szükségük lesz valakire, aki beavatja őket a dolgok menetébe. Eduardo jelezte, hogy a 3 lányt is neki kell felvezetnie a rendező fogadására. A fiúk megmutattak hát a lányok lakókocsiját, ráadásul be is kopogtak. Eduardo aztán csak várt a kocsi mellett a többiekkel. Kinyílt az ajtó, és kilépett Kata. Ariel szája nyitva maradt. Katán ugyanis egy majdnem földig érő ruha volt. Mintha valami bába készülne. Így nem látszott a kövérségesen. A haját szépen feltűzte, sőt, mintha a színe is változott volna valamelyest, mert világosabbnak tűnt a szokásosnál. Ariel 2-szer becsukta a szemét, majd kinyitotta ismét, de a látvány nem változott. Ez a hölgy lenne Kata? Öregem, micsoda jó nő! Suttogta Eduardo, és önkéntelenül megnyalta az ajkát. Ariel nagyot nyelt, és határozottan megjegyezte. Foglalt. Eduardo sóhajtott. Hát, ha foglalt, akkor foglalt. Mit lehet tenni? De Kata nem egyedül jött. Mögötte Dolly lépegetett le a 2 lépcsőfokon. Don szeme kikerekedett, és egy ideig úgy is maradt. Barátnője ugyanis valami észveszejtő szerelésben pompázott. Ezüstszínű, szorosan a testhez tapadó, de csak combközépig érő ruhát viselt. Elektronikus mulatóban, zenével és fényhatásokkal operáló éjszakai szórakozó helyeken viselhettek ilyeneket. Itt a földön. A lány valósága levonaglott a lépcsőn, és csábos pillantásokat vetett körbe-körbe. Don döbbenten észlelte, hogy van valami az arcán, amit eddig nem látott. De mi lehet az? Pár másodperces feszült töprengés és intenzív megfigyelés után rájött, hogy Dolly műszempillákat ragasztott fel. Eduardo a fiúk között állt és csettintett.
Ez az! Észveszejtő! Volt valami a hangjában, ami a három holdi gyereket egy zsákmányra leső tigrisre emlékeztette. Don magasról nézett le rá, és komoran jelentette ki. Foglalt! Eduardo az ajkába harapott. Másodjára sem volt szerencséje. De nem maradt idő szomorkodni, mert felbukkant Keiko. Láttára mind a négy fiúnak elállt a szava. Keiko ugyanis ősei ruháját viselte. Egy csodaszép kimonóban jelent meg, a lábán kicsiny szandál. Fekete hajához alig ha nem szerzett pótlékot is, mert meglepően nagy és dús kony pompázott a fején, amibe pálcikákat tűzött. Mivel a kimonó nem engedett hosszabb lépéseket, valósággal letipegett a lépcsőn. Nem tudni, maga a kimonó látványa izgatta-e fel Eduardot, vagy a lány csinos arca, már nyitotta a száját, hogy lelkesedjen érte, és ha lehet, udvarolni kezdhessen. De Lars csak jelentőségteljesen nézett rá, egészen közelről, egyenesen a szemébe. Eduardo feltartotta két kezét, aki magadja magát, és bánatosan közölte, tudom, foglalt. Elindultak a kijelölt hely felé, ahol látták messziről is, már gyülekeztek az emberek. De még egy másik lakókocsit is útba ejtettek, ahonnan Csing igazgató lépett eléjük. Természetesen a kötelező fekete öltönyben, fekete nyakkendővel. Lars, Don és Ariel rögtön az igazgatóra mutattak, és Eduardo felé fordulva kórusba jelentették ki. Ő nem foglalt? Eduardo már nyitotta a száját, hogy kimondja, köszi, de kicsi kínai férfiakkal nem foglalkozik, amikor megértette a tréfát. Csink persze semmit sem értett, de ezen senki sem csodálkozott. Ő volt a hetedik Eduardo listáján, és most már mehettek fogadni a szóval a rendezőt. Javarlal Banissa Maharishi Mandalon, ígérem, utoljára írtam le a teljes nevét, pontosan 10 órakor érkezett meg. Stélszerűen a magasból, mintegy az égből ereszkedett le munkatársai és hódolói közé. Egy hangtalan, elektromosan mozgatott üveggömbbel röppent át a másik, a sztároknak és egyéb nagy embereknek fenntartott táborból. Egyedül ült a gépen, amely szivárványfényt árasztott magából. Mandalon 40 éves lehetett, fekete haj, erős orr és eszméletlenül dús szemöldök jellemezte. Mint Ariel rögtön meg is jegyezte, sokan bajusznak is elfogadták volna egyik vagy másik szemöldökét. De az eféle arcőrzetek már igencsak kimentek a divatból. Úgy látszik, a szemöldök még tartja magát, jegyezte meg Don a maga módján. Lars hallgatott, figyelt. A fiatalember ugyanis tegnap óta arra gondolt, ha az űrkutatás, űrhajózás valami okból nem jön be, akkor talán még nincs késő átnyergelni a filmrendezése. Maga sem tudta miért, de vonzotta ez a szakma. És elhatározta, ha már így belecsöppentek ebbe a forgatásba, akkor mindent nagyon alaposan megfigyel majd. Mandalon felment egy rögtönzött emelvényre, és szétnézett. Mindenkit látott, és ami még fontosabb, őt is látta mindenki. Volt itt vagy 100 ember, és ez elégedettséggel töltötte el a férfit. Mandalon vagyok, kiáltotta bele a térbe, teli torokból. Többen ilyenezni kezdtek, Don is kieresztette a hangját. Tudjuk! Mondjon valami újat! Csing villámló szemmel nézett a nyurga fiúra. Ezt meg ne halljam még egyszer! Az igazgatónak az arca, de még a füle is belepirult az izgalomba. Látszott rajta attól rettek, hogy itteni szereplésüket elrontják ezek a mindenlében kanálfiúk, és akkor ő is nagyot bukik a felsőbbség szemében. A lányok Csing feje fölött egyetértően összenéztek. Majd csak a szemükkel jelezték Donnak, fogja vissza magát. Meg fogom rendezni a Legnagyobb kaland című tévésorozatot. Ez lesz minden idők egyik legjobb filmje. Ezt olyan határozottan állította a rendező, hogy senki sem mert kételkedni. Mandalon sasorra és szemöldöke harciasan előre merett. Önök azért vannak itt, hogy ebben segítsenek nekem. De ha valaki bármit elront, szembeszegül, lázad, lázít,
partizánkodik, rombol, dehonestál. Egy pillanatra láthatóan eltöprengett azon, hogy elége ennyi, vagy sorolja tovább, majd így folytatta. Szóval, aki nem működik együtt a nagy cél érdekében, az ballisztikus röppájára állítom, és soha többé nem kap munkát a Terra TV-nél, de nálam sem. Értjük egymást? Meglepő hangerővel dübörgött a válasz. Értjük egymást! Mondani se kell, a három fiú volt a leghangosabb. Csing a fülére tapasztotta a meglepően kicsi kezeit. Akinek valami nem tetszik, annak fel is út, le is út. Úgy intézem a dolgokat, hogy mindenkinek jó legyen, de tudják-e, mi a legelső? Nem tudjuk! Ordította vissza a tömeg. Mandalon szemlátomást élvezte ezt az akusztikus párbajt, amelyben, bár egyedül volt, nem maradhatott alul. Hát maga a film! Annak sikerülnie kell bármi áron! Bármi áron! Hangzott az egyetértés a téren. Ezért azt várom el maguktól, hogy mindenki tegyen meg mindent, ami tőle telik. A maximumot hozzák ki magukból. Lesznek forgatások éjjel és nappal. Lesznek 12 órán át egyfolytában, és nehogy nekem valaki a szakszervezetet emlegesse, mert kihozhat a sodromból. Itt egyetlen úr van, és az nem én vagyok, hanem... A film! Üvöltötte a tömeg. Remek. Jól megtanulták a leckét. Megdicsérem magukat. Mandalon nagyon sóhajtott. Ha meg majd valami nem tetszik, alaposan lehordok mindenkit, ezt nevezem én korholásnak. Remélem, sokkal több dicséret lesz, mint korholás. Erre csönd volt, mert az emberek nem tudták, mit válaszoljanak, pláne kórusban. Mandalon hamar átsiklott fölötte. A lényeg, hogy haladjunk. Az első jelenetet ma délben kezdjük a két tábor között, pár száz méterre innen nyugatra. Mutatta is az irányt a gyengébbek kedvéért. Az asszisztensei mindent előkészítenek. Viszontlátásra! Viszontlátásra! Zúgott a tömeg. Csing félve leengedte a kezét a füléről. Lásznak ekkor nyílt alkalma végre megkérdezni a lányoktól, hogy miféle maskarát vettetek magatoknak? És minek? Most még Keiko is zavarban volt egy kicsit, ami pedig általában nem volt rá jellemző. Hát tudod, ha már filmezünk... Tetszeni akartunk, vallotta be Dolly habozás nélkül. Kata pedig mélyen átérzett bölcsességgel tette hozzá helyeslően. Aha. Fiúk, nekem van egy szörnyű érzésem, mondta Don. Kedves barátnőink, nem is nekünk akarnak tetszeni, hanem a filmeseknek. Ariel is felháborodottan nézett Katára, de a dundi lány aznap délelőtre kimerítette kommunikációs keretét, azaz mondott egy szót, és többet nem állt szándékába kiejteni. Hát hallgatott. Lász is, de ő a felismerés döbbenetétől. Keiko dühösen toppantott egyet, ami nem sikerülhetett igazán jól, mert a magas talpú japán szandál kis hián lerepült a lábáról. Minden esetre a szeme villámokat szórt. No és ha az űrhajós karrier nem sikerül? Az előrelátó embernek kell egy B-terv is. Lars már nyitotta a száját, hogy jól leteremtse, amikor eszébe jutott, hogy az ő B-terve is éppenséggel a filmrendezés lenne. Hát gondosan becsukta a száját. Csak Don nem töprengett semmin. Szokása szerint már mondta is, hogy az a piros nadrágos plútói pamacsállatka rágja szét a tömítést a parkolóhajótok zsilipajtaján, hogy a vákum szippancson át benneteket a 28. dimenzióba, ahol nagyon éhes kalapácsfejű férgek lesnek majd rátok. Hát mire számítottatok? Hogy ez a szemöldök király majd észreveszi valamelyik kötöket és magához emeli? A majdnem mennyei, rendezői magasságokba? Ekkor Csing is elérkezettnek látta az időt közbeszólni. Ugyan Don tirádái kicsit eltérítették a gondolatait, pár másodpercig komolyan azt hitte, hogy a fekete fiú a kozmosznak olyan tájain is járt már, ahol más földi halandók még nem, aztán visszanyerte igazgatói erejét, és ennek megfelelően pirosló arccal, de halkan közölte.
Lányok, erről szó sem lehet. Maguk még nem nagykorúak, és sem vannak bízva az igazgatójukra. Ugye nem képzelik, hogy én elengedem magukat mindenféle filmesekkel? Az utolsó szót olyan mélységes megvetéssel mondta, hogy a csöndben mellette áldogáló Eduardo sem tűrhette tovább. De kérem, Csing úr, én is filmes vagyok. És ezzel dicsekszik? Kérdezte Csing, mintha törrel szúrna és találna. Eduardo arcán fájdalmas kifejezéssel elhallgatott. Most Donnak sem volt mondani valója. A sivatag messze terpeszkedett. Nem látták a végét, erre Ariel közölte is, azért sivatag, hogy ne legyen vége. Sivatagnak lenni azt jelenti, hogy szinte végtelen a térség, tette hozzá filozófikusan. Szerencsére senki sem figyelt rá. Kis csoportban álltak egy kifeszített árnyékvető ponyva alatt, és mint mindenki, ők is arra a repülő járműre figyeltek, amelyen a film főszereplői érkeztek. A légitaxi hangtalanul ereszkedett alá. Mandalón már rendezői székében ült, asszisztensei előkészítették a terepet. Csak három rövid párbeszéd lesz, suttogták a jól értesültek, akik látták már az elektronikus forgatókönyvet. Aztán a taxiból kilépett előbb egy nő, aztán egy férfi. A tömeg felhördült, döbbenten, csodálkozva, örömmel és lelkesen. Ez nem lehet igaz! Te az ott! Jól látok? Bizony jól! Ez Ilinda Marcos! A férfi meg Walter Rogin! Öregem, ez hihetetlen! Don és Dolly egymásra meredtek. Dollynak fel sem tűnt, hogy a fiú öregemnek szólította őt. Ők ma a két legünnepeltebb sztár az egész földön. Meg a holdon is, tette hozzá Keiko, és ő is lelkesen nézte a színészeket. Még Lars is tudott erről valamit, és még sohasem játszottak együtt egy filmben. Eduardo örömében tapsolt. Gyerekek, ez lesz aztán a film. Mandalonnak sikerült összehoznia őket. Az emberek zabálni fogják. Ariel ugyan felkapta a fejét a zabálni szóra, de aztán visszasüllyedt apátiájába. Dél volt, ebéd meg sehol. Ez elszomorít. Don nézte még egy pillanatig, ahogyan a színésznőt körbeveszik a sminkesek, de a színész sem maradhatott nélkülük. A statiszták és a forgatócsoport tagjai is közelebb nyomakodtak. Aki csak tehette, elhagyta a helyét. Még Eduardónak is nyoma veszett percekre. Csak Csing úr ült tovább az árnyékban, egy limonádéval a kezében. Időnként megtörölte a homlokát, volt vagy 40 fok, és azon morfondírozott. Mit esznek az emberek ezeken a filmeken? Meg főleg a filmforgatáson? Tömény unalom. Miután kimondta a véleményét, amit rajta kívül senki sem hallott, elégedetten elhelyezkedett egy tábori széken, sőt, a két roppant kicsi lábát feltette egymásra, és arcán ősi bölcsesség kifejezésével várakozó álláspontra helyezkedett. Eduardo visszajött, kicsit hervadt arccal. Baj lesz. Mandalón mindjárt úgy fog ordítani, mint egy oroszlán. Ennek egyelőre semmi jele nem volt. A két színész kilépett a kamerák elé, a sivatagba. Ariel csodálkozva látta, hogy a kamerák manapság már milyen kicsik, mint üvegben a dugó, valaha régen. Mandalón röviden instruálta őket. Majd később lesztek szerelmesek egymásba, most még csak az ismeretség elején tartotok. Van köztetek némi feszültség, mert... de erről majd később. Szóval feszültség. Kicsit ingerülten szóltok a másikhoz. A szöveg megvan, igaz? Akkor tessék! Ez a szó hatott. Varázsütésre csönd lett mindenhol. A forgatáson résztvevő majdnem 100 ember egy csapásra elhallgatott. Ilinda Marcos vörös haja csillogott a rásütő naptól. Nyilván a legújabb és legjobban reklámozott sampont használja, amit a gyár nem is mulasztott el feltüntetni minden flakonján, éppen Ilinda tenyérnyi fotója mellett. A nő karcsú volt és csinos, az arcában volt valami pajkos, csibészes. Walter Rogin magas, jóképű férfi volt.
Néha olyan cinikusan nézett a világba, hogy egyesek azt hihették, tisztában van vele, az élete csak játék. Játék neki magának, de a producereknek is. És ha már így van, hát jó képet kell hozzávágni. Mély hangját milliók kedvelték, olykor énekes szerepekben is fellépett. Elsősorban filmszínész volt, színházban ritkán mutatkozott. Profi, aki már vagy 30 filmben és sorozatban játszott, pedig még csak 34 éves volt. Ilinda pár évvel fiatalabb nála, eddig még nem játszott főszerepet egy filmben sem. Ez lesz az első. Tessék! Ismételte Mandalón, kicsit már türelmetlenül. Hiszen eltelt majdnem fél perc, úgy, hogy a színészei meg sem szólaltak. Azt hiszem, ön itt merőben fölösleges, kezdte Ilinda, de még be sem fejezte, Walter már belevágott. Hiszen van elég hely ebben a sivatagban. Nem! Ordított fel Mandalón, akár egy sebzett oroszlán. Valahol a lelke mélyén tényleg annak is érezhette magát. Eduardo a fiúkra sandított, jelezve, én megmondtam előre. Aztán oda is súgta Larsnak. Nem tudják a szöveget. Ilinda gyorsan visszaállt a kamera elé, de nem pontosan oda, ahol az előbb volt. A dühöngő Mandalón az egyik segédjével egy keresztet rajzoltatott a homokba. Ide fogsz állni. És nem azzal indul a szöveged, hogy azt hiszem, hanem azzal, úgy látom, uram, fölfogtad? Ilinda bájosan mosolygott a rendezőre. A Walter azt hitte, ő megúszta, de most a két rettenetes szemöldök, mint egy bika öklelő szarvai felé fordult. Te is azt mondd, ami a könyvben van. Felvétel. Tessék! Ilinda ugyanazzal a bájos mosolyjal nézett Walterra, valamiféle cinkosságot várt tőle Mandalón ellen. Elfelejtette, hogy ez a mosoly nincs a jelenetben. Mire kinyitotta volna a száját, félelmetes üvöltés harsant fel. Hát persze, hogy megint Mandalón volt. Ilinda, ne vigyorogj, nem azért kapod a gázsit! Most komoly vagy! Nem emlékszel? Azt hiszem, az ön jelenléte merőben kezdte volna, mire újabb ordítás szelte ketté a jól eső csöndet. Mondtam, hogy nem hiszem, hanem azzal indulsz, hogy úgy látom, uram! Walter szája közben hangtalanul mozgott, alig hanem a mondatát biflázta. Úgy látom, uram, az ön létezése fölösleges. Pedig van elég hely ebben a sivatagban. Vágta rá Walter, persze ő is elszúrta. Csak késve hatolt el hozzá, mit mondott Ilinda. Hogy még a létezése is fölösleges. Óriási, vigyorgott Don. A létezése fölösleges, mire a pasas rávágja, hogy pedig van elég hely ebben a sivatagban. Az ebben szót sem kellett volna mondania. Nincs a könyvben, közölte Eduardo. Aztán előrelátóan befogta a fülét. Hamarosan a többi jelenlévő is, mert Mandalón most is a mikrofonját kapta a szája elé, és abba ordított, hogy elhatoljon mindenkihez, amit közölni akart. Baromság! Hülyék! Marhák! És még ti nevezitek magatokat színészeknek? Egyetlen mondatot sem tudtok megtanulni. Hát minek végeztétek el a színész egyetemet? Ilinda már szólt volna, hogy ő ugyan nem végzett semmiféle egyetemet, különösképpen nem színészetit. Walter sem járt az említett intézmény környéken, de ő legalább sohasem beszélt erről. Most csak sunyított. Lars Keikohoz fordult. Bocs, hogy tiszteletlenül érdeklődöm, de ezt a két színész szeretik ennyire szerte a világban? Keiko pontosan értette, hogy ez neki is szól. Hát megvédte kedvenceit. A filmeken ilyesmit nem fogsz látni, megnyugtatlak. Amit majd neked levetítenek, ott mindenki pontosan tudja a szövegét. Dolly is segített felvilágosítani Larsot. Igenis nagyon jó színészek mindketten. Csak most talán nincsenek formában. Kata lelkesen csillogó szemmel tudatta saját véleményét. Aha, ezzel a részéről a mai napra nem volt több mondani valója. Lars Donra nézett, majd Eduardóra, aki vállat vont. Nyugi, ez még csak a kezdet.
Nincs valakinél egy füldugó? Azt hiszem, önnek nem itt van a helye, uram. Miért ne? Elférünk ebben a sivatagban. Mandalón menetrend szerint érkező ordítása már senkit nem lepett meg. Csing felállt, és kilépve az árnyékból sietősen távozott a lakókocsik irányába. Inkább gyalogol egyet a sivatagban, nyakig fekete öltönyben, csak ne kelljen már ezt hallania. Don is egészen magába ruskadt, ami pedig nem volt szokása. Amint csillapult, a rendező ordítása megkérdezte. Gyerekek, létezik az, hogy egy felnőtt ember nem képes 10 perc alatt megtanulni egy aránylag rövid mondatot? Csak ha színész az illető, mormolta Eduardo rosszat sejtve. És tényleg, a tér fölött harsogó kiáltás már neki szólt. Eduardo, hol vagy? Ide hozzám, azonnal! És Eduardo vágtatott a rendezői székhez, ami fölé szintén árnyékvető ponyvát feszítettek. A filmesek ezért az ülőalkalmatosságot egymás között árnyékszéknek nevezték. Eduardo, kedves fiam, kezdte Mandalón vészjósló kedvességgel. Ugye a te feladatod volt ellenőrizni, hogy ezek az idióták megtanulták-e a szöveget? Majd hirtelen tiszteles hangerőbe csapott át ismét. Ennyi idő alatt egy teknős béka is megtanulhatja ezt, vagy 2 fóka is jobban elmondja. Eduardo közelebb hajolt Mandalonhoz, hogy csak az indiai hallja, amit mond. Ez kétségtelen, uram, viszont 2 beszélő teknős békára nem volt vevő a közönség. És Ilinda a legutóbbi filmjében, mint mellékszereplő is rekordösszeget hozott. Walter majdnem annyit aratott egy tévésorozattal. Még a marsi kupolavárosok nézői is őt választották meg az év színészének. De minek sorolom mindezt, hiszen ön, uram, nálam sokkal jobban tudja, milyen hihetetlenül népszerűek ezek a... Csak a fejével intett a távolabb áldogáló 2 színész felé, és szándékosan Mandalorra bízta a mondat befejezését. Aki nem is hagyta ki az alkalmat. Ezek a 2 lábon járó egysejtűek. No, teszek még egy próbát, de ha most sem megy nekik, hát nem is tudom, mit csinálok velük. A mondat vége nagyon is reális volt. Mandalón tényleg nem tudta volna, mit tegyen Ilindával és Walterral, ha most sem tudják felvenni ezt a rövid jelenetet. Hiszen nem rúghatta ki őket, a Terra TV ragaszkodott Walterhez, a többi szponzor pedig Ilindán csüngött rendületlenül. Az egész sorozatot mind a 25 részt rájuk építették. Felvétel! Tessék! Úgy látom, uram, ön itt merőben fölösleges. Pedig hát van elég hely a sivatagban. Mandalón arcán elégedett mosoly terült szét. Hát mégis sikerült. Alig 30 perc telt el, és már is felvettek a filmből 2 mondatot, ami ott majdnem 6 másodperc lesz. Ez igen. Az idomítás csodája, borogta Eduardo. Még egy kicsit bántotta a lelkét, hogy az ő feladata lett volna számon kérni a színészektől előzőleg a szereptudást. Most a fiúknak magyarázta. Hát hogy jövök én ahhoz, hogy oda menjek Ilindához, és megkérdezzem, művésznő tudja a szerepet? Akkor hallja, mondja fel. Ki is vágna a lakókocsiából. Walter nem különben. Arielnek hirtelen furcsa érzése támadt. Körülnézett. Egy pillanatig nem tudta megmagyarázni magának az előbbi nyugtalanságát, aztán felfogta. Nincsenek itt a lányok. Pedig már annyira megszokta a Kata megnyugtató közelségét is például. De a másik 2-vel is jól érezte magát. Most Donra nézett. Hová tűntek a lányok szó nélkül? Don körülnézett. Most már nyüzsgött a tömeg, technikusok loholtak ide-oda, valaki egy kötek kábelt vitt feltekercselve, jött egy büfés, és fehér sapkában, zárt kosárban élelmiszert szállított. Világosítók szedték fel a homokba tűzött botokról a kicsi, de erős fényű lámpákat. Jobb, ha nem tudod, morogta Don rossz kedvűen. Lász is látta már őket, hát leszólt a jóval alacsonyabb barátjuknak. Mindhárman ott ülekednek Walter körül. Egy-egy közös fotót akarnak csináltatni vele.
aki persze vigyorogva öleli át a vállukat. Remélem csak a vállukat, és nem egészen, szóval tudjátok. Ariel arca vörös lett a haragtól. Hát ennyire naívak ezek a lányok. Az űrben milyen remekül helytáltak a legutóbb is, amikor a Marsra vittek egy egész állatkertet. Honnan lehetett volna tudni, hogy ennyire gyerekesek? Hogy egy üres fejű szép fiú kegyeiért fognak versengeni. És nem csak Keiko és Dolly, de még Kata is. Aki lehet, olyannyira megnyílik Walter előtt, hogy még egy három szót is mond neki. Bizony, a féltékenység mardosta a dundi fiú lelkét, és még valami más is. A félelem. Hogy elveszíthetik a barátságát. Lars is komoran nézett maga elé. Ő persze Keikót féltette. Don hamarosan a vállára ütött. Hagyjuk őket. Ha ilyen kis ostobák, hát csak hadnyüzsögjenek a szép fiú körül. Ariel arra gondolt, egy ilyen szép fiú mindig veszélyes versenytárs lehet. Nem kéne figyelmen kívül hagyni. De igyekezett nem mutatni félelmeit, csatlakozott társaihoz. Olvastam valahol, hogy 200-300 éve a híres embereket az aláírásukért nyaggatták. Oda mentek hozzájuk egy darab papírral meg tollal, és kérték, hogy írják alá a nevüket. De hiszen az élet veszélyes lehetett, döbbent meg Don. Az ember láthatatlanban aláírt egy papírt, aztán ki tudja később az ellenségei mit írtak föléje, milyen kötelezettséget vállalt? Azért az nem így ment. Kis szédulákra írták. Volt, hogy könyvbe, vagy újságpapír szélére. Ez ugyanaz volt akkoriban, mint ma a közös fotó. Lars megrázta magát. Keiko és Walter Rozsin közös fotón. Hát érdemel annyit az a színész a diónyi agyával, aki egy mondatos szerepet sem képes megtanulni. Bezzeg, nekünk még nincs is közös fotónk, mormolta. Negyed órával később a lányok is lejöttek a büfésátorba, ahol egy asztalnál ültek a fiúk. Minden esetre vigasztaló volt, hogy oda készítettek három üres széket is. Szóval a történtek ellenére mégiscsak vártak rájuk. Keiko lehuppant Lars mellé. A fiatal ember egy darabig hallgatott, és csöndben volt a lány is. Aztán Keiko játékosa, mint egy macska, oldalra hajtotta a fejét, megbökte Lars vállát. No, nem orcoskodj már. Nekünk még nincs közös fotónk, közölte Lars komoran, és kezébe tartott üdítős pohárba bámult. Keiko felkacagott. Tudtam, hogy ez fog fájni. Mégis megtetted. Ugyan már nincs tétje a dolognak. Waltert én is egy üres fejű, reménytelen alaknak tartom. Larsban éledezett a bizakodás, de még nem olvadt fel. Csak úgy mondod, hogy megvigasztalj, de ott belül. Ott belül is ugyanazt gondolom, amit mondok. Ennyire ismerhetnél már. Azért álltunk oda fotózkodni a lányokkal, hogy majd az iskolában megmutathassuk a többi lánynak. Meg fognak pukkadni az irigységtől. No, erre jók a fotók. Lars magában felderült, de kifelé még nem mutatta. Hirtelen kiúszta magát, és igyekezett magasról nézni Keikóra. Furák vagytok ti lányok. Mit szólnátok, ha mi meg oda mennénk ehhez a... Hogy is hívják? Ilindához, hogy ölelgessen minket egy fotó elejéig. Vagy tovább is, vigyorgott szemtelenül Don. Ezért Dolly csapott vissza. Ha most állna ott a homokon egy TLT 303-as típusú versennyergány, amivel a múlt héten valaki megnyerte a Föld-Hold-Föld derbit, egy csillogó-villogó, majdnem új szerkezet, és az egyik leghíresebb űrversenyző, mondjuk Karelanien vagy Schubecker, úgy tolonganátok ott körül egy fotóért, hogy egymást taposnátok. Az más! Az egészen más! Össze sem lehet hasonlítani a két ügyet. Tüzeskedtek a fiúk egybeértően. Végül Don magyarázta meg Dollynak, de úgy, hogy a többiek is hallják. Egy versenyűrhajó a legritkább esetben karolja át az ember vállát, nem ölelgeti, hogy potyázzon egy kicsit a nála kétszer fiatalabb lányoknál. És nem vigyorog a képen, öntelten, mint egy felfújt hólyag. Aki még ha hallgat, akkor is azt mondja, nézzétek, ugye milyen szép férfi vagyok, döglenek is utána a nők az egész naprendszerben. Hát mi kivételek vagyunk,
rázta fejét Dolly, és látszott társai arcán, hogy egyetértenek vele. Csak a többiek pukkasztására csináltattuk a képet. Hát hogy is jöhetne szóba mellettetek egy Walter Rozsin? Kérdezte diadalmasan, bár kissé gúnyos mosollyal. A fiúk azonban hittek nekik, és már-már győztesen egymásra néztek, amikor... A nevemet hallottam? Rólam van szó? Walter Rozsin állt mögöttük. Fiatalok, egész kis csapata kísérte idáig. Hangosan nevetgéltek mellette, a legtöbbjük lány volt. A forgatott csoport technikusainak egy része, a sminkes hölgyek, talán még az egyik forgatókönyv írónő is vele volt. Don majdnem mondott valami szépet, hogy leginkább hova is mehetne most szerinte a művész úr. A fekete fiú által javasolt útirány eléggé komplikált lett volna Walternek, mert először a földet kellett volna elhagynia a Mars irányába, de lehetőleg űrfelszerelés nélkül, csak úgy natur, aztán mínusz 273,16 Celsius fokra fagyott holttestét egy gravitációs anomália eltéríthetné a Jupiter pályavonalára, ahol tág lehetőség nyílna arra, hogy végzetesen ütközzön valamelyik holddal. De a javaslatot nem tárgyalták meg. Szerzője elő sem adhatta, mert Walter csodálatos érzékkel azonnal látta, mi történik. Hogy ezek a lányok ugyan vele fotózkodtak 10 perccel ezelőtt, de most három fiúval üldögélnek itt, és kicsit fagyos a légkör. Hát rájuk mosolygott, majd válaszra nem várva azonnal a büfé másik sarka felé irányította lépteit. Természetesen az egész slep követte őt. Viszont ekkor meg valami egészen más dolog történt, amit a lányok nem értettek. Ahelyett, hogy ez a három drága fiú most elégedetten hátradőlne, és elfelejtené a féltékenységet, mindent elfelejtettek. Keiko csodálkozva látta, hogy Lars arcára kiül a döbbenet. Dolly azt tapasztalta, hogy Don kezének szorítása először csak enyhül, aztán a kéz kisiklik ujjai közül, mert gazdája csak bámul valahová, egy nyitott oldalú sátor mellé. Kata nem is értette, hogy Ariel tekintete hogyan lehet ennyire lelkes. Amikor bezzeg rá, Katára nézett, még soha nem volt ennyire felajzott. Ez nem lehet igaz. Álmodom, igaz? Nem, nem álmodsz. Ez a csodálatos valóság. A három fiú, mintha holdkoros lenne, egyszerre állt fel, és indult a rögtönzött tábor széle felé, ahol valami úgy, de úgy csillogott a napon, hogy elvakította őket. Minden egyébről el is feledkeztek. Csak mentek, finoman ellögdösve az embereket maguk elől, törtettek egyre gyorsabban. A lányokra ügyet sem vetettek. Pedig sértően magukra maradtak. Keiko az egyik mellettük elsiető férfira nézett. Mondja kérem, mit néznek azok arra felé? Mert hát a férfi is abba az irányba ment, mint akit zsinóron húznak. Meghozták a TLT 303-ast, lihegte Amaz eszelős tekintettel, neki ment egy széknek, és felborította, majd kisietett a büféből. Keiko magába roskadt. Hát ilyenek ezek a fiúk. Nekik egy fotónk Walterrel is ok a féltékenységre, de ők csak legyintett. Eközben a fiúk már valósággal futottak. Mit sem számított a rettentő hőség. A sivatagi homok olyan forró volt, hogy még a cipőjük talpán át is átsütötte a lábukat. Csak az a szerkezetet látták. Eddig mindig csak a tévében, de most végre itt van előttük. Maga a színtiszta valóság. Akár hozzá is érhetnek majd, remélték. Nem is olyan nagy. Szakadt ki lázból, amikor odaértek. A gépet egy vontatón hozták, és egy karcsú, de erős darú éppen akkor kezdte emelni az orrészt. Látszott, hogy nem sokára a falára állítják, ahogyan kell. Hogy majd a rakéta meghajtás elvén működő szerkezet egy alkalmas pillanatban elinduljon, felemelkedjen, és elszáguljon egyenesen az égbe. A három fiú megbabonázva állt, és nézte, amint a darú felállítja a gépet, majd a szállító platform szinte zajtalanul eltávolodott. Minden férfi ott állt már, de jöttek a táborból nők is. Ariel egyszer csak megérezte, hogy Kata is a közelben van. Mire körülnézett, már ott állt mögötte. Egymásra mosolyogtak.
Időközben Keiko is megbékélt, Dolly pedig kimondta mindhármuk nevében. Elvégre mi is űrhajósok lennénk, vagy mi a fene? Lász az egyik karjával magához ölelte Keikót. Nézd csak, milyen szép! Egy ilyennel szágúdozni az űrben csodálatos lenne. Don tárgyilagosabb volt. Meglátta Eduardot, és egy intéssel odahívta magukhoz. Bocs, Eduardo, rendező asszisztensek gyöngye. Te nyilván ismered a forgatókönyvet. Jobban is, mint egynémely színészek a benne lévő szövegüket, mormolta Eduardo, aztán felderült az arca. Nyilván azt akarod tudni, hogy szerepele a Terra Luna Terra 303-as típusú űrhajó a filmben. Igen, szerepel, nem is egy, de kettő. A 13. részben mutatunk majd egy űrbéli üldözést, ami mellesleg a jövő héten veszünk fel. Nem is olyan nagy, mint ahogyan a tévében látszott, ismételte Lars, pedig hát nem volt éppen kicsi. Egy 4 emeletes ház magasságát is elérte az odasüllyesztett radar kisugárzó orr rész körül. Don elégedetten mormolta. Nézzétek csak a titán páncélzatot. Kell is neki, mert a föld légkörébe is kénytelen bejönni. De a fékező rakéták sem akármilyenek. Ariel szakértő szemmel méregette a szerkezetet, amelyen látszott, hogy a filmezés miatt alaposan letisztogatták. A rakéták visszacsapódó gázai ugyanis rárakodnak a kilövő nyílásokra. 4 hatalmas örökégő van ott a túloldalon, látjátok? Meg ezen a felén is van 4. És a kisebb tartályokba is lehet tölteni semleges gázokat. Az a 2 ott Duna típusú. De látok mellettük 6 Nílus 11-est is. És a hajtómű, öregem! Keiko is elismerően nyalta meg a szája szélét, mintha valami finomat evett volna. Legalább fagylaltot. Kata is kinyitotta a száját, de eszébe juthatott, hogy nem kell szószátyárkodni. Hát mielőtt gondosan becsukta, csak annyit mondott szerfölött helyeslően. Aha. Don még egy pillantást vetett a feljáróra meg a zsilipajtóra. Látta, hogy annak kívül is van egy, a páncél alá rejtett nyitóablaka. Eduardo a benfentesek magabiztosságával magyarázta neki. A másikat a távolabbi sivatagi táborba viszik. Most egy darabig nem lesznek holdversenyek, a Terra TV 2-303-ast vett bérbe. A másikat holnap hozzák. Mondom, azt majd a 2. szábú tábor mellett tartják. Amíg eljön a felvétel ideje. Addig viszont a tévé fotókat készít róla, amint a stáb körülveszi, ezzel is a sorozatot reklámozzák. Ki van ezt találva, gyerekek? Történjen itt bármi, az csak a sorozat népszerűségét szolgálja. Ez már csak így megy ebben a filmes világban. Másnap délután nagy botrány tört ki. Mondanom sem kell talán, hogy éppen a fiúk miatt. Csink felvezetésével meg is érkeztek a nagy, felfújt sátor mellé, amely lényegében egy hordozható műterem volt. Mire az aznapi forgatás megkezdődött, és Mandalón, Eduardo és a többi asszisztens is megérkezett, az építészek odabent előre gyártott elemekből már felhúztak egy 20. századi városi utcai részletet. Különös látványt nyújtott ez az utca annak, aki körbejárta a forgatás helyszínét. A paravánok mögötti rudakkal függőlegesre támogatták a falakat, amelyek persze nem épületeket takarta, csak a főfal volt a lényeges. Eduardo csak ennyit mondott Dollynak. Dolgozhattunk volna digitális háttérrel is, mindent odavetíthetünk a szereplők mögé, de az olyan hamis, fúj! Mandalón eddigi sikereit az magyarázza, hogy mindig valós díszletek között dolgozott. Ezt a néző látja és díjazza. No meg a fesztiválokon a zsűri is. Mandalón mester 2-szer nyerte el a legjobb marsi filmrendező címet, mert hogy ott is forgatott már. A lányok és a fiúk egyelőre elhelyezkedtek a terem másik végében. Kezdődött a forgatás, és mivel most mindenki tudta a szerepét, villámgyorsan felvettek 4 jelenetet is. Ez a rész majd a 4. folytatásban lesz, mesélte Eduardo, aki közben igyekezett Mandalón közelében is lenni, de néha eljött onnan és súgott valamit hatuknak. Mint most is.
A helyszín a 20. század közepe, valahol Európában, nincs pontosítva, hogy hol. Mindjárt jön Walter jelenete. Ő az egyik időutazó, aki csak úgy belecsöppent a dologba. Talált egy talizmánt, egy karperecet, amit ha a csuklójára húz, már is mehet az időben előre vagy hátra. Rettentően eredeti ötlet, vigyorgott Don vakítóan fehér fogsorával. Hogy ezek a pihent agyú forgatókönyvírók mit ki nem találnak? Csak az 50. ilyen film, amit eddig rövid életünkben láttunk, fűzte hozzá Keiko. Lász meg gúnyosan folytatta. És ha indulás előtt a karperecet balra tekeri, akkor a múltba megy, ha jobbra, akkor meg a jövőbe? Fordítva, nyögte Eduardo, aki persze teljes valójával a filmben élt, és csak most, amikor kívülállók véleményét hallotta, vette észre, tényleg eléggé elcsépelt fogásokkal él a sorozat. Lesz-e itt egyáltalán olyan rész, amihez foghatót a nézők még nem láttak? Borús arccal vonult vissza a mandalon széke mögé. Hamarosan kezdték az 5. jelenetet. Ehhez egy olyan autót használtak, ami fekete volt és szögletes, de nem nyitott. Valaki az egyik házhoz érkezett. Kiszállt a kocsiból, telefonált, aztán bement a házba. Itt nem volt szöveg, és már mindenki örült, hogy néhány perc alatt, egy-két próbával sikerült is, meg lesz a jelenet. Ám már ment a forgatás, a férfi kiszállt a kocsiból, telefonált, amikor a terem másik végéből egy kétségbeesett kiáltás hallatszott. Nem, nem, nem! Mandalon dühösen felpattant, leintette az operatőrt. Eduardo behúzta a nyakát, ismerős volt neki ez a hang. Az üldögélő nézők közül felbukkant egy kövérkés fiatalember. Szemre 15-nek látszott, de mint tudjuk, hogy 17 éves volt ekkor. Mandalon mély levegőt vett, és ordítani kezdett. Ki maga, és milyen jogon ordibál bele a forgatásba? Teljes csendet parancsoltam. És különben is, itt csak egy embernek van joga ordítani, és az... Az ön, mondta Ariel jeges nyugalommal, közben kilábalt a forgatás nézői közül. És óvatosan, nehogy belebotoljon egy kábelbe, közelebb nyomult a díszletekhez. Én viszont az vagyok, aki megmentheti a produkciót egy nagy leégéstől. Mandalon szája tátva maradt. Eduardo közelebb hajolt, és gyorsan suttogott a fülébe valamit. Mandalon lecsöndesedve válaszolt. Á, szóval azok közül. Az oktatási minisztérium is a szponzorok között van. Értem. Minket azért küldtek ide állítólag, folytatta Ariel, hogy űrhajózási kérdésekben tanácsot adjunk, meg ha kell, talán jut nekünk is egy apró nyúlfjartnyi szerepecske. De itt most egészen másról van szó, kedves rendező úr. Valahol hátul csöndesen szenvedett valaki. Csing. Az igazgató úgy érezte, mindenki őt nézi, és el fog süllyedni szégyenében. Persze a kutya sem törődött Csingurral, sőt a gyerekeken és Eduardon kívül azt sem tudta senki, hogy ki is ez a csetlő botló és mindig komor férfi a fekete öltönyében. A kedves rendező úr ekkora szemtelenség hallatán meg sem tudott szólalni, ami pedig nem volt kis dolog Mandalon életében. Talán még sohasem fordult vele elő, hogy bár nyitotta már a száját egy leteremtő ordításra, mégsem jött ki hang a torkán. Kicsit megbabonázva merett erre a kövérkés fiúra, aki megdöbbentő magabiztossággal jött feléje. Mintha életének minden eddigi napján híres nevezetes emberekkel beszélgetett volna. Pedig senki sem tudta, hogy mi játszódik le a fiú lelkében. Csak öt barátja sejtette, hogy nem volt neki könnyű elszánni a magát erre a fellépésre, amivel ráadásul az egész forgatócsoport és számos színész előtt égeti majd le Mandalont. Javarlal Vanissana Maharishi Mandalon világhírű szemöldöke úgy merett a fiúra, hogy egy kicsit meg is ijedt, de már nem volt visszaút. És bár ezt kevesen tudták róla, Ariel akkor volt mindig a legnyugodtabb, amikor a legnagyobb volt körülötte a baj. Vagy miatta, mint most is. Tetszik tudni, rendező úr, kezdte a fiú olyan hangon, mintha egy esti fogadáson futottak volna össze,
és mindketten egy-egy pohár itallal a kezükben társalognának, roppant elegánsan és közvetlenül. Itt nagy időtöréseket követnek el. Gondolom, a kellékesek rontották el a dolgot. Márpedig egy olyan filmsorozatnál, amelyik éppen az időutazásokkal foglalkozik, nem lehet ekkora hibát benne hagyni. Ez nyílt bírálat volt. Mandalon szemöldöke a hibaszóra előbb a homloka közepére emelkedett, majd visszatért előző harcálláspontjára, és fenyegetően merett a gyerekre. Azt mondja fiatal barátom, hogy hiba? Mandalon hangjában annyi indulat feszült, hogy senkit sem téveszthetett meg a barátom jelzővel. Don egy pillanatra behunyta a szemét. Mire ismét kinyitom, gondolta, Mandalon keresztbe lenyelte Arielt, és legfeljebb kér egy kis ásványvizet, hogy végleg lenyomja őt a torkán. De még mekkora? Ariel sopánkodó arckifejezéssel válaszolt, legyintett is kezével, felnézett a sátor tetejére, mintha az égieket hívná segítségül, és magyarázva megjegyezte. Tudja, Mandalon úr, én szabadidőben folyton a múltról olvasok. Történelmi szakmunkákat is. Nézem a régi, több száz éves filmeket, nekem ez a hobbim, ezt a barátaim is tanúsíthatják. Ezért aztán rögtön szemet szúrnak a hibák. Hibák. Ismételte Mandalon, és arra gondolt, most már többes számot használ ez a kölyök. Hát mit vétett ő, a nagy filmrendező, hogy ilyen éretlen gyerekekkel kénytelen vitába szállni, ráadásul ennyi ember előtt? Egész belseje remegett. Ha valami hülyeséggel hozakodik elő a kölyök, akkor felnégyeli, és a darabjait kiszögezi a műterem sátor négy bejárata fölé. Így mutatja majd meg, hogy neki is van érzéke a régi dolgok iránt. Az ördögbe is. Ariel azonban mit sem sejtve Mandalon úr gondolatairól, amelyekhez foghatót földi viszonyok között kizárólag a vulkáni tevékenység körében találunk, felmutatta előbb az egyik ujját, aztán sorban a többit. Első hiba. Ilyen formájú autót kizárólag a II. Világháború után használtak, vagyis az 1940-es és 50-es években. Utána az autók kezdtek áramvonalasak lenni, többé nem gyártottak ilyen szögletes batárokat. Mitárokat? Esetlen Mandalon ála. Ariel megsemmisítő pillantást vetett rá, majd félig neki, félig a döbbenten figyelő közönségnek magyarázta. A batár nagyméretű, otromba lovas hintó volt, de nem a 20. században, hanem korábban. Most maradjunk csak itt. Második hiba. A pasas öltözete. Bizony nem illik a kocsihoz, mert ami rajta van, legalább 100 évvel korábbi divatú ruha. Ki a fene, már bocsánat, járt fehér harisnyában és lakcipőben, tért nadrágban és csipkével díszített mellényben a 20. században? 100-150 évvel korábban öltöztek így. A jelmez szervezője is megbukott, mondta Mandalonnak, de úgy, mint egy tanár a kicsi és fejlődésben talán elmaradott tanítványának. De már villant is a harmadik új. A harmadik hiba a leginkább felháborító. Van a produkciónak technika történésze? Mert az is kell ám, nem csak egy ilyen félre sikerült jelmeztervező. Gondoljon csak bele, kedves rendező úr. Jön egy autó, ami a 20. század közepéről van, kiszáll belőle egy pasas, 18. századi öltözetben, és még be sem csapta maga mögött a kocsi ajtaját, amikor a zsebéből elővesz egy mobiltelefont. Ennél a szónál szinte feljajdult, és kétségbe esetten körülnézett. Ekkor vette észre, hogy nem csak Mandalon, de mindenki más is értetlenül mered rá. Ariel a legszívesebben a fejéhez kapott volna, de erőt vett magán. Miért lélegzett és elmagyarázta? A mobiltelefont csak a 20. század utolsó éveiben kezdték használni az emberek. Igazából a 21. terjedt el. Amit itt most forgatni akarnak és megmutatni a nézőknek, az egy komplett marhaság. Mandalon a szóra összerezzent, mint aki betűt döftek. De még nem volt vége. Ma 2365-öt írunk, és a legtöbb ember bizonyára észre sem venné ezeket az anakronizmusokat. Kis szünetet tartott, hogy mindenki kielvezhesse ezt a szép szót, legfőképpen ő maga,
De ez nem ok arra, hogy megtévesszük az embereket a régi századokkal kapcsolatban. Ha időutazás, legyen az, azonban pontosan mutassa a film a korokat, amelyekben játszódik. Ezt még Csin sem mondhatta volna szebben. Az igazgató hirtelen nem is tudta, hol van és mit kell tennie. Vagy hogy egyáltalán kell-e bármit is tennie. Nem az iskolában voltak, ahol ő a főnök. Ezért kicsit bizonytalanul érezte magát. Ugyanakkor vakon biztos volt abba, hogy Arielnek van igaza. Hiszen köztudott, legalábbis az űrhajós képzőben a fiú érdeklődése, sőt szeretete, mániája a régi korok látványai, viszonyai, még nyelvezete iránt is. Akkor hát csak ráragadt már valami ezen a téren. És ha félbe merte szakítani a forgatást, akkor pláne biztosnak kell lennie a dolgában. Valami ilyesmi járhatott Mandalón agyában is, mert hirtelen nagyon csöndes lett. Szinte suttogva utasította Eduardot, hogy rendeljen el 30 perc szünetet. Aztán magához intette Arielt, és ők ketten kimentek a sivatagba sétálni. Ez az éghajlat nem éppen a legmegfelelőbb ilyesmire, még Ausztráliában sem, pláne nappal, de a rendező nyilván azt akarta, senki se hallja őket. Ariel később csak annyit volt hajlandó elárulni, mert tudjátok, a szavamat adtam neki, hogy hallgatok, mint a sír, és még nektek sem mondhatok semmit, fiúk, hogy alaposan megtárgyalták a sorozatot, és végül abban maradtak, hogy Ariel legyen ott a következő 2 hétben minden forgatáson, amikor a múltban történő részeket veszik fel. Utána a stáb úgyis elköltözik a jövőbe, egy másik földrészen folytatják majd a munkát, ahol sokkal komolyabb díszletek épülnek. Ott építik a jövőt, mondta Mandalón tréfásan. Ariel szerint, amikor a rendező nem ordít, akkor egészen rendes és lehet vele beszélni is. Ezt a többiek nehezen tudták elképzelni. Ching igazgató úr késő este nem tudott elaludni. Az ő lakókocsia kicsi volt, de kényelmes. Egy személyes kis birodalom, amit a férfi nagyon élvezett, bár nem mutatta. Most a forgatás 7. napján este fele úgy érezte, friss levegőre van szüksége. Felkapott hát magára valamit, és elhagyta a lakókocsit. Alig valahol égett egy kis fény, és Ching most örült ennek, mert nem öltöny, csak egy fürdőköpeny volt rajta, ami ráadásul élénk sárga volt, és az őrült ruhatervező egy vérvörös papagájt festett a mellére. A Holdon hamarjában nem tudott másikat szerezni, amikor indultak. Meg hát ki gondolta volna, hogy egy sivatagban lesz a forgatás? Az öltöny itt nem a legalkalmasabb viselet, talán kéne szerezni egy rövid nadrágot és néhány könnyű inget. Bár Ching a gyerekek előtt totális tekintélyvesztésnek érezte volna, ha meglátják őt sorban, hófehér lábakkal, amiket a napnak az ő fénye nem látott az utóbbi 30 évben. Minden esetre most is messze elkerülte a fiúk és a lányok lakókocsiait. Inkább a tábor másik vége felé igyekezett. Még jó, hogy errefelé ilyen sötét van. Örült a homálynak. Az egyik lakókocsi ajtaja félig nyitva volt. Nem régen mehetett be valaki. Alig szűrődött ki fény, és odabent egy ember suttogott. Éppen ez keltette fel Ching figyelmét. Minek suttog valaki a saját lakókocsiában, méghozzá ilyen erőltetetten? Eszébe jutott, hogy ez aféle színpadi suttogás lehet. Színészek művelik nem egyszer, persze a színházban. Képesek olyan artikuláltan suttogni, hogy a leghátsó széksorokban is hallják. Valami ilyesmi ment itt is. Egy férfi és egy nő beszélt halkan. De mi lesz, ha mégis rájönnek? Kérdezte a nő. A férfi válaszolt. Amikor rájönnek, már késő lesz. Mire megtudják, hogy is volt a dolog, már meg lesz a hatása. Azonban a nő csak akadékoskodott. Ha viszont kiderülne 3 nappal előbb, akkor jól nézünk ki. A férfi megnyugtatta. Nem derül ki, és óriásit dob rajtunk az ügy, meglátod. Ching arra lyukadt ki magában, hogy bizonyára szerepeket tanulnak. Talán éppen Ilinda Marcos és Walter Rozin? De miért egy félhomályos lakókocsiban és suttogva? Vagy alszik ott valaki harmadik? Talán egy gyerek, akit óvakodnának felébreszteni. Fejét csóválva oson tovább,
Őszintén szólva nem szerette volna, ha rajta kapják a hallgatózáson. Körbesétált a tábor szélén, itt már senkivel sem találkozott, és nem is hallott semmit. Később visszatért a lakókocsijába, és egészséges, mély álomba szenderült.